A Mária kegyhelyként ismert 118 éves templom udvara a Vajdasági Magyar Szövetség jóvoltából 30 méternyi új betonjárdával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával pedig új hittanteremmel gazdagodott. Nagyon vártuk már ezt a mai napot, nagyon is készültünk, mert nagyon sokat jelent ez a kis falunknak, hogy ilyen sokan összejöttünk, először is a Szent Misén, utána pedig egy kis agapét fogunk rendezni, mivel hogy a templomunk, vagyis a falu kapott egy új utat, amely az új hittanteremhez vezet. Ez már azt jelenti, hogy valami megmozdulást éreztünk a faluba. A 600 lakost számláló török topolyának a 20. században sem volt helyben élő plébánosa. A szentmiséket 7 éve a törökbecsei plébános celebrálja. Egy új utat avattunk most föl. Ennek a jelentősége is sokat bír, hiszen oda tudunk, hozzá tudunk közelíteni ehhez a hittanteremhez, és lehet használni a hasonlatot, Jézus az út, az igazság és az élet. A hittanteremben Jézussal ismerkedünk meg, és az úton jutunk hozzá. Bízunk abban, hogy a gyermekek a Jézushoz való utat nem csak megtalálják, hanem az út által eljutnak az örökké valóságba is. Ilyen gondolatokkal avatjuk mi föl ezt, vagy nyitjuk meg ezt az új utat és a főbejáratot a templom udvarba. A török topolyai templom 1899-ben készült el, később számtalan tatarozást végeztek rajta, a leglátványosabb a mennyezetének a felújítása volt. A kazettás mennyezetű templomok mintájára kalotaszegi díszítő elemek felhasználásával újították fel, 1991-ben készültek el bele. Most, amikor a magyar közösség állandóan fogy és fogy, akkor egy ilyen kis közösség számára egy ilyen beruházás, betonút, hittanterem nagyon sokat jelent, hisz bármi épül különösen a szorványba, az mind a mi fennmaradásunkat szolgálja, és Bánát-Topolya, amely egy zarándok hely, az annak a számára, tehát ez külön jelentősége van, hisz nem csak a helybelieket fogja szolgálni, hanem mind azokat, akik szinte könyv Bánátból, de egész Vajdaságból is ide zarándokolnak évente legalább egy-két alkalommal. A bánáti településen a háziasszonyok a vendégeket hagyományos kalácsokkal várták, abból kifolyólag, hogy a 350 katolikus hívőt számláló magyar közösségnek a beruházás megvalósulása ünnepnap. A templomot próbáltuk legelsőbb is, ez volt a zóhaja az itt lévő magyarságnak, hogy a templom bejáratait csináljuk meg. Tavaly előtt az egyik oldalt betonoztuk ki, az idén a másik oldalt, köszönhetőleg mindent annak, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség hatalmon van a kikindai önkormányzatba. A településen a régi hittanterem beázik, azonban a jövőben új úton, új terembe 17 török topolyai gyermek jár órákra, akik közül idén 2 első áldozó és 5 bérmálkozó lesz.